Adi kalandjai játékvárosban. Nodi egy napra rendőr lesz. Micsoda nap ez játékvárosban. Strapa tizedes épp a feladatait végzi. Szia, Strapa tizedes! Mi ez a nagy sürgés forgás? Talán éppen nyomozol? Nem, Nodi. Mindent ellenőrzésem alatt tartok. Mára már befejeztem a rendőri munkát. Lakátok segítségével keresed a bűnözőket? Nem, Nodi, ezek közszolgálati plakátok. Ki kell ragasztanom őket, mielőtt beugrom Kuglékhoz egy teára. Mi van a plakátokon? Vigyázzatok a környezetetek tisztaságára és biztonságára. Én magam terveztem őket. Szerintem fontos, hogy büszkék legyünk a környezetünkre. Szerintem is. Jó, hogy játékváros tiszta és biztonságos. Nos, tudod, hivatalos ügyekről nem beszélhetek veled. Strapa tizedes, van egy ötletem. Majd én kiragasztom a plakátokat. Gyorsan körbejárom a várost az autómmal. Te pedig már is mehetsz teázni. Ez nem is rossz ötlet. Akkor lehet? Rendben, Nodi. Ezt a sok plakátot mind ki kell ragasztanod, végül is. Ez hivatalos rendőri feladat. Becsúra megcsinálom. Ezennel ígérem, hogy rendőri feladatomat elvégzem. Nagyon jó. Tessék a plakátok, és köszönöm. Holnap ellenőrzöm a munkádat. Igenis, uram. Addig hordhatom a kalapját. Tessék, a hivatali kalapom? Lehetetlen! Miből gondolod, hogy hordhatod a hivatalos rendőr egyenruhát? Mert rendőri feladatom van. Nodi, nagy a különbség a között, hogy segítesz egy rendőrnek, vagy hogy tényleg rendőr vagy. Olyan izgalmas lehet rendőrnek lenni. Nagynak is fontos embernek tűnnek ebben a ruhában. Igen, nagy megtiszteltetés ezt hordani. De csupán a rendőröknek, és nem a kisfiúknak. Akkor a jelvényt vagy mást? Nos, mi baj lehet belőle? De csak egy kicsit. Tessék, itt van, Nodi. Egy csillogó rendőrjelvény. És a síp? Rendben, itt a sípom. És most légy jó fiú, és végezd el a feladataidat. Viszlát, Nodi! Nodi rendőrt mondtál! Ide figyelj, Nodi! Attól, hogy megengedtem, hogy viseld a jelvényem és a sípom, még nem vagy igazi rendőr. Emlékezz arra, hogy amikor ezt a jelvényt hordod, úgy kell viselkedned, hogy példát mutass az embereknek. Indulás! Itt rengeteg a dolog, ezt te is láthatod. És dolgozni is fogok, amíg el nem fáradok. Mert minden munka remek, ha minden beleadok. Tina baba! Szemetel! A törvény nevében állj! Mi a baj, Nodi? Mint játékváros átmenetileg kinevezett biztonsági és tisztasági felelőse, szemeteléssel vádollak meg! Szemetelés? Nem, Nodi, én nem szemeteltem. Te hagytad itt ezt a szemetes zsákot? Hát, igen, de én csak... Ez szemetelés, a plakát szerint. Vigyáznunk kell a tisztaságra. És a szemét nem tiszta? Megbírságollak szemetelésért! Megbírságolsz? Nodi, csak a rendőrök bírságolhatnak meg. Azon kívül... Nos, most a rendőrségen dolgozom. Így meg kell jelenned a tizedes előtt szemetelés vádja miatt. Tessék! Hadd magyarázzam meg, Nodi! Hív a kötelesség! Tisztán kell tartanunk az utakat. Ez pedig bizonyíték. El az útból, emberek!
Hivatalos ügyben járok el! Csak tudnám vajon, mit keres Márta Maki Kejfel úr házában? Állj! Ne mozdulj, Márta! Mi az, Nodi? Valaki elszaladt? Muszáj beszélek, Márta Maki! Nem okos dolog elvenni azt, ami nem a tiéd. Ezt mindenki tudja. Kejfel úr biztos nem örülne, ha megtudná, hogy elvetted a teljes üvegét. Ide figyelj, én nem. Mutasd több tiszteletet ennek a jelvénynek. Köszönöm. Most hirtelen miért viselkedsz úgy, mint egy rendőr? Mert az is vagyok. Majdnem. Micsoda? Látod? Én vigyázok a tisztaságra és a biztonságra, ezért most lefülelem a tolvajokat. De én nem vagyok tolvaj, én csak... A tejtolvajok ne feleseljenek! Ezt mutasd be Strapa tizedesnek, majd ő eldönti, milyen büntetést kapsz. Ne hidd, hogy elfogadom, hogy egy olyan kisfiú... Ezt lefoglalom! A tizedes büszke lesz rendőri munkámra. Nodi, beszélnem kell veled. Előbb hadd meséljem el a napomat, tizedes. Hallottam ám a napodról, Nodi. És most azonnal kérem vissza a jelvényem és a sípom. Valami baj van? Nem látszol túl boldognak. Nem vagyok boldog, Nodi. Nem végezted el a feladatodat. De igen. Elég már a de igenekből, Nodi. Megvittem a várost a szemetelőktől és a tolvajoktól. Nem. A te feladatod csak a plakátok kiragasztása volt. Te azt mondtad, hogy mutassak példát. Igen, úgy, hogy te viselkedsz helyesen, és nem bírságokkal. Ezt nézd! Dina baba szemetelt. Nem, nem szemetelt. Éppen kidobni készült a szemetet, amikor megállt, hogy felvegye mások szemetét is. És Márta Maki, aki Kejfel úr tejét akarta ellopni. Kejfel úr megkérte Márta Makit, hogy vigyázzon a házára, míg ő távol van. Elvette a tejet a teraszról, nehogy megromoljon a napon. Ó, és ezt miért nem mondta? Mert te nem hagytad, hogy elmondja. Rossz biztonsági és tisztasági felelős vagyok, ugye? Ráadásul még a barátaimat is megbántottam. Nem, ne szomorkodj, Nodi, te jót akartál. Ráadásul felragasztottad az összes plakátot. Tudod mit? Van számodra egy feladatom, mielőtt befejezed rendőri pályafutásodat. Komolyan? Ezt nem hiszem el, ezt nem. Ó, ne, megint a biztos úr jön erre. Biztosan meg fog minket bírságolni még a levegővételért is. Nyugi, Márta Maki. Hallgassuk meg, mit akar mondani. Szia, Dina. Szia, Márta. Hoztam nektek valamit. Tudtam. Bírság. Ezt is darabokra fogom ám tépni. Ne, várj. A tizedes küldi. Nézd meg. Ezt nézd meg. Egy rendes polgár, Cetli. Köszönöm, hogy vigyázol a tisztaságra. Köszönöm a segítségedet, hogy ilyen rendesen vigyázol a barátod házára. Szeretem az ilyen Cetliket. Sajnálom, hogy nem hallgattalak meg titeket. Én csak ragaszgattam. De ti azt tettétek, amit kell. Ami a plakátokra volt írva. Na, ilyen rendőri munkát szeretnék én látni, Nodi. Nem, köszönöm. Túl vagyok a rendőrösdén. De most kedvesen osztogatod a cetliket. Nagyszerű átmenetileg felelős... akármi is vagy. Igen. Szerintem Strapa tizedes végül nagyszerű segítőtársra lelt. Magyar hangok. Cető Ádám, Cető Zsanett, Pálfai Péter, Rudas István, Besenci Árpád, Várdai Zoltán, Pipó László, Molnár Ilona, Mánya Zsófi, Seder Gábor, Németh Kriszta. Magyar szöveg Lőrinc Ágnes. Hangmérnök Zsebényi Béla. Gyártásvezető Habdák Gabriella. Szinkronrendező Abed Hadi Forát.
A szinkron a Minimax megbízásából a Repro Video Stúdióban készült.